Sziasztok, én Pet vagyok, és majd egy újabb World of Tanks-es videó jelentkezem nektek, aminek főszereplője nem lesz más, mint az M48 Patton. Ezt a visszajátszást OneHero007-től kaptam, aki nézi a videóimat, biztosan ismer most már, akit Ádámnak hívnak, és ő nagyon szeret nekem visszajátszásokat küldeni, aminek nagyon-nagyon örülök, mert én szeretem nézni a visszajátszásait, ugyanis általában nagyon-nagyon jó köröket küld nekem, mint ahogy ez is az lesz az M48 Pattonben, ugye már volt egy videó az M48 Pattonről, szóval ott azért elmondtam, hogy mit kell róla tudni, úgyhogy akit így érdekel az M48 Patton, mint olyan, az nyugodtan megnézheti abban a videóban. Na, el is indítom a visszajátszást, nézzük Ádám, mire képes a Pattonnel. Ugyebár Airfield-en vagyunk, egy nagyon jó matchmakinget kapott itt Ádám, ugyebár láthatjátok, két 10-es mindkét csapatban, két 9-es mindkét csapatban, és többiek mind 8-asok. Hát ez egy álom. Matchmaking gyakorlatilag mondhatjuk úgy. Persze a 10-eseknek, nem a 8-asoknak. Hát Ádám el is indul oda, ahova én nem mennék. Szerintem itt Ádám érezte, hogy ő top tier, és látta, hogy nagyon jó matchmakinget kapott, ezért elindul arra a helyre, ahova általában a heavy-k szoktak menni ezen a mappon. És szerintem azért csinálta ezt, mert úgy érezte, hogy 8-asok ellen azért az M40, azért a Pattonnek, hívjuk csak Pattonnek, a Pattonnek azért a páncélja azért használható. Legalábbis, hát a 8-asok ellen biztosan, a 10-esek ellen már annyira nem, de mint láthatjátok, majd elő fog fordulni pár ilyen csodálatos pattintás. Igen. Na, itt egy kicsit Ádám megállt, várja, hogy a 113 kijöjjön. De a 113 nem jött ki. Itt egy kis nézeteltérésbe keveredik az IS-3-mal, akit nagyon-nagyon sajnálok. Látom, hogy még stock. Igen, teljesen alap IS-3 egy 10-es csatával. Jaj, szegény 170-es átütéssel jó lesz itt neki. Ádám itt keresi a célpontokat, kit tudna bántalmazni, kit tudna egy kicsit megkínálni a drága ólommal. A drága APCR lőszerrel, ami a standard ezen az ágyon. Ugyebár ez a standard ilyen 10-es középtank ágyú, legalábbis így a úgymond nyugati tankokon, mert hát ugyanez az ágyú van a centeken, a cent 7x1-en, az actiontenen, akkor a leopard 1-en is, meg ezen is ugyanez az ágyú van, ez a tipikus 105 millis ágyú, 390-es alapsebzéssel és 268-as alap APC rátütéssel. Ugyebár van hitlőszer, amit gyakorlatilag tök hasznosan használni, kivéve ha noobok vagyunk. Mert ha valaki noob, akkor használhatja, de teljesen fölösleges. Ádám itt meglövi talán az egyetlen rossz lövését ebben a csatában. Ez a belelő a 113 roncsába, és sajnos kap is egyet a grillétől. 745, nagyon nagy szerencséje van, mert a grille átlagsebzése 750, szóval igen, ez lehetett volna sokkal rosszabb is. Itt Ádám bebizonyítja nekünk, hogy ő igen egy jó játékos, ő tudja a gyenge pontokat, és nagyon jól teszi, hogy tudja. Szegény IS-3-nak esélye sem volt ebben a szituációban. És szegény alap Tiger 2-nek sincs sok esélye 200-as átütéssel átütni a Pattern fejét. Közben Ádám szeretne bosszút állni azon a grille 15-ön, amiért bántalmazta az előbb. És sajnos mellélő, hát igen, nem jöhet be minden lövés. De Ádámot ez így nem akadályozza, gyorsan kijavítja a hibáját egy nagyon szép lövéssel a 13-90-en. Hát eddig egész jól állunk, 2600 sebzés, 1 kill. De még Ádám nem lendült bele itt a dolgokba. Majd mindjárt beindul a kill gyár. Meg is van a 13, mi vagyok, T-34-2, és itt egy elég rizikós dolgot csinál Ádám, azaz lerohanja a Skoda T-50-et, ami mintha nem a táras ágyú lenne. Olyan furcsa, mert nem lő gyorsan, igen. Úgy tűnik, nem a táras ágyú van a Skoda T-50-en, ami nagyon nagy szerencse, hogy úgy mondjam Ádámnak, mert a táros ágyú lett volna azon a tankon, Ádám már hát nem élne. És ahogy látom, nagy szerencséje volt a lövésekkel, mert ugye 320 az átlagsebzése annak az ágyúnak, és 251 meg 291-eket kapott.
Szóval elég nagy mákja volt itt. Közben még itt beszéltem, és a Skoda T50-en gondolkodtam. Ádám így elég lazán és így tök átlagosan így meggyilkolt három embert. Úgyhogy már is 6 killnél jár, és 4187 sebzésnél. Na de itt még Ádám nem áll meg. Ádám egy kemény csávó, ő így nem szórakozik. Ő továbbra is keresi a lehetőségeket, keresi a célpontokat, akiket bántalmazhat. És egy kicsit, ahogy látom, itt egy kicsit fél. Fél kimenni, mert tudja, hogy ott a Grille 15, tudja, hogy ott bújkál hátul. És nem szeretne tőle kapni, mert hát ugyebár a Grille 15 ellen ez a páncél, ez hát most már hát annyira most már nem effektív, de közben még ott egy 30, aki így odaadja a hátulját Ádámnak, hát Ádám él is a lehetőséggel, bele is lő egyet, elég picit, ha megnézitek, 347-et, 390-es átlaggal, hát igen, előfordulnak ilyenek, előfordul, mikor RNG-t nem túlzottan kedves. Nem túlzottan kedves. Közben Ádám itt várja, hogy a csapata előrébb menjen, és felspotolja a Grille 15-öt, vagy az IS-3-at. Nem, még nem mennek, próbálkoznak, de még nem mennek. Közben Ádám meglátja, hogy itt egy 50-100 és egy lövésnyire. Keres egy rést, ahol át tud lőni és meg tudná ölni. Rálő, de sajnos mellé megy a lövés. És az 50-100 így nem tudom mit csinál, egyszer csak elindul a mezőn keresztül, hogy ő elmenekül, hát nem. Mert Ádám éber és figyelt, és meg is szerezte a hetedik kijét, 5116 sebzésnél járunk. És még nincs vége a csatának, sőt ahhoz képest majdnem. Mondhatjuk, hogy majdnem szoros csata, de hát mire ezt kimondtam, már meg is változtak az erőviszonyok. Hát így meg már főleg, már csak három maradtak az ellenségből, a Scorpio, az SPC és ugye az a gonosz Grille 15, aki az elején megbántalmazta Ádámot. És Ádám vár. Ádám várja, hogy felszpotolják a Grillét, akit föl is spotolnak, és Ádám el is indul, hogy bosszút állhasson. Egy lövés, 382. Egész jó. Töltünk. Jön a Grille. Még egy lövés, 470! Az igen, az nagy. És a Grille rájön, hogy jaj, futni kéne, de ez már esélytelen. Mert Ádám nem szorozik, Ádám kivégzi. És gyakorlatilag itt vége is van a visszajátszásnak, mert a csatának, mert az SPC-t és a Scorpiót most már Ádám csapata jól ügyesen levadásza. Hát, mit lehet mondani erről a visszajátszásról? Hát ez egy nagyon-nagyon jó visszajátszás volt. Megmutatta azt Ádám ebből a visszajátszással, hogy az M48 Patton, ha kap egy nagyon-nagyon jó matchmakinget, akkor milyen pusztító vadállat tud lenni. Láthatjátok, 8 kill, 6130-es sebzés, és még egy picike lepattintás, 1340 lepattintás, hát nem tudom. Szerintem ez a tank nagyon rászolgált az Amerika kapitány névre, mert ez a tank tud pusztítani. Ez egy nagyon jó tank, én is már nagyon várom, hogy megszerezzem, haladok felé, nagyon ügyesen, a Pershingnél tartok, szegény Pershingen még mindig alap, mert sok XP kell már a 8-asokra, de majd egyszer majd azt is kihúzom, aztán kihúzom az M46 Pattont, és nekem is lehet majd egyszer M48 Pattonom, hát alig várom, mert videókból és visszajátszásokból ítélve ez egy nagyon-nagyon jó tank. És hát ebben, ezzel a visszajátszással Ádám is meggyőzött. Na, nagyon szépen köszönöm a visszajátszást Ádámnak. Ha ti szeretnétek látni a saját visszajátszásaitokat a csatornámon, a kommentálásommal, akkor nyugodtan dobjátok be a visszajátszás linkjét ide le a videó alá, vagy hát a Vault Replace-es linket a kommentek közé, vagy ha nektek úgy kényelmesebb, akkor elküldhetitek akár a visszajátszást magát is az e-mailemre, ami itt van lenne a videó alatt, de azért is mondom, a 153hoh@gmail.com címre. Én minden visszajátszást megnézek, amit kapok, nagyon örülök nekik, és hogyha ilyen jó visszajátszást tudtok küldeni, akkor akár még videót is készítek belőlük. Na, én ezzel megköszönöm a figyelmet. Ha szeretnétek látni még több World of Tanks-es videót tőlem, akkor nyomjatok egy lájkot, és ha már ott vagytok, iratkozzatok is fel. Ha szeretnétek látni a régebbi World of Tanks-es videóimat, akkor kattintsatok a videó jobb felső sarkában most megjelenő kis i betűre. Itt megtaláljátok az összes eddigi World of Tanks-es videómat. Hát, körülbelül ennyi. Jöhetnek a statok. Sziasztok!